Élete talán legmeghatározóbb élménye a barátság. Úgy tartja, a világon talán a legjobb dolog filmet rendezni. E kettő szerencsés találkozásából időtálló klasszikusok születtek. Húsz éven át, hát gyakorlatilag minden második évben vetítették a mozik egy-egy újabb alkotását, aztán a rendszerváltást követően, hát majdnem ugyanennyit, majdnem húsz évet kellett várni, hogy egy újabb nagy játékfilme fogjon. Őt idézve ő az utolsó magyar filmrendező, akit még megismer a taxisofőr. Sándor Pál van itt. Ma is megismeri a taxisofőr? Hát szerintem igen. Szerinted? Hát szerintem ma már ilyen V.V. Krisztofeleket és V.V. Veronikákat ismerünk. Jó, hát azok frissebb élmények, de azt gondolom, hogy, hogy az a fajta ismertség, vagy az a fajta fontosság, ami, ami abban az időben, amikor én két évente filmet csináltam, az a fajta fontosság, ismertség már nem jön vissza. A kultúrának az a fajta, az a fajta ö, sok mindent átható része, az már nincs jelen. És nem véletlenül, hogy te azt mondtad, nem lehet? Megtisztelsz, köszönöm szépen. Te is engem a kultúrának az a fajta, ad a fajta mindent átható, vagy sok mindent táthatóságad már nincs jelen az életünkben, viszont jelen van a VV, ahogy egy más világ, más élet, más lét. Tehát... Nem bánt ez téged? Nem. Azért nem bánt, mert, mert, mert én azt gondolom, hogy, hogy ami megtörtént, azt megéltem. Az úgy volt jó, ahogy jó volt az összes rosszal, összes mindennel együtt, tehát egy olyan emlékcsomag, hogy, hogy azt még egyszer nem akarom. Most van egy vadonatúj világ, van egy vadonatúj helyzet, van, egy vadonatúj érzékletesség ennek az életnek, amit élünk, és én most, és hát ebbe a korban inkább rácsodálkozom mint hogy formálnám. És mit mond egy taxisofőr mondjuk, hogyha ma beszállsz oda mellé? Akkor mit mond? Hiányolja a filmeket? Miért nem csinálsz filmet? Ilyen gyakran előfordul? Hát persze, azt mondja, mikor tetszik filmet csinálni újból. És akkor, akkor én valamit hazudok neki, vagy valamit nem hazudok. ez tulajdonképpen, tudod, tudod, nagyon erre hegyezett ki a dolgot az ismertségre. Amit, amit nagyon fontosnak tartok, vagyis én egy sikerorientált pasi vagyok. Szóval én, aki a mozit úgy ismertem meg, hogy ültünk tele moziban Rákospalotán, és vetítették Zé a fekete lovas című cowboy filmet, és imádtam azt is. Ö, szóval engem, engem mindig a mozi vonzott. Tehát tehát ő, ő, az, a fajta, az a fajta az azt jelentette, hogy ismerjék a filmjeimet, meg ugyan, mert az se volt rossz, engem ismernek. Tehát, hogy mindig tele legyen az a mozi. Na most ma ezt elérni, tehát ma nekem ez mást jelent. Szóval ez, ez hát nincs mese, egy másik világ hát egy másik világ. Neked fontos volt az, hogy téged ismerjenek? Tehát, hogy a végigmész az utcán, akkor, akkor tudják, hogy most megjött a Sándor Pál? Hát, hogy a fenében. Hát vagy, az egész dolog talán onnan, onnan, onnan van így, hogy mi 1956, ugye én 39-ben születtem, és 50-ben voltam 17 éves, hihetetlen élmények tehát 56. októberre, novembere, hihetetlen élmények. És ö, mi Rákospatán laktunk kint, akkor nagyon messze volt. Volt az a 55-ös villamos, és volt a 28-as nagyorú busz, amivel be lehetett jönni Pestre. És ö, ö, mi eljöttünk október 25-én Rákospalotáról, és november, ugye amikor bejöttek a, a szovjet csapatok, és akkor itt, itt hát iszonyú, hogy hogy nézett ki a város. És november-decemberben mindent magam mögött hagytam, ugye Rákospaltán a barátok alta, és olyan messze volt ez akkor. És, és járkáltam a városba, és az emberek a körúton köszöntek egymásnak. És én akkor azt mondtam, hogy nagyon irigyeltem, hogy ezek ismerik egymást, meg minden, és akkor megfogadtam, hogy, hogy engem ebben a városban ismerni fognak és köszönnek majd ez, nekem. Ezért nem mentél el 56-ba? Ezért fordultál vissza? Nem. Nem. Azért fordultam vissza, mert ez az éjfám. Tettem egy kísérletet egészen a nyugati pályaudvarig és aztán, aztán, ott álltam, és, 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 arra gondoltam, hogy én itt vagyok itthon, és ma is így gondolom egyébként. Már <coughs> nagyon sokszor volt a életemben az, hogy, hogy ugye hát elég, vagy inkább sikeresek voltak a filmim, és akkor, hogy itt esetleg lehetne filmet csinálni, esetleg ott, már idegen földön. És valahogy azok az élmények, azok a dolgok, azok a fontosságok, azok a szeretetek és utálatok, Amik, amik engem itt körül és vesznek, adok engem ide kötnek, és én mindig abból csinálok filmet. Tehát de az nem vonzott, hogy ne csak Rákos Palotán köszönjenek rá, hanem mondjuk Los Angelesbe is? De várjál, várjál, ez nem rák ez már Budapest volt, Ben Pesten Akkor azért én nem, mondtam, csak a, nem csak a Rottenbiller utcában, hanem mondjuk, mondjuk Los Angelesbe is, ha végigmész. Ez nem vonzott? É, gondoltam rá, de, de igazán, ami vonzott, de ez. Ez az, hogy most itt ülünk a Duglói televízióban. Látod, már megérte. <laughs> ez nem, ez, hogy mondjam, tudod, tudod, ha az ember, az ember otthonosan érzi magát, még akkor is, ha mindenféle probléma van, meg akkor is, hogyha csomó minden nem ért egyet, meg akkor is, hogyha csomó minden bántja, zavarja. Akkor is én itt érzem otthon magam. Meg itt lett belőlem az, aki lett. Mi lett volna belőled akkor, hogyha a nyugatinál nem gondolod meg magad? Tehát hova mentél volna? Hát természetesen Amerikába, mert Amerika volt a, a, a csoda akkor ugye nekünk. Én egyébként tíz évig álmodtam New Yorkról, szóval azután már jóval és amikor 70-es években először kim voltam, akkor már nekem nem volt annyira idegen New mert hisz végig álmodtam. Meghallgattam minden zenét, megnéztem minden filmet, amit lehetett, megnéz, elolvastam egy csomó mindent, ami oda tartozott, de soha nem volt az az érzésem, hogy én ott vagyok, hogy én ott vagyok teljesen, hogy én ott tudok lenni teljesen. De ez egy valószínűleg születési rendellenesség. Tehát én így vagyok összerakva. Nem is bántad meg ennyi időt De Dehogy bántam meg. és ha megbántam volna, akkor mi van? Tehát, tehát ezt a mágában sincs magam rosszul érezni, amikor jól érzem magam. Tehát most bánkodjak, hogy én nem Spielberg mellett, vagy Amerikában, vagy, vagy, vagy Olaszországban. Vagy. Igen, tök jó. És, és, és tudod, én azt gondolom, hogy, hogy hogy az, ami, ami, az ember élete, az, az mint egy út lenne, amit végig kell járni. Tehát, mint az, az, olyan meghatározó lenne, hogy ki, kinek mi jut az életből. Most az a kérdés, hogy ez a kinek mi jut, ez, ez, ez az embert, hát hogy is mondjam, nem is hogy kielégíti, hanem hogy, hogy, hogy rendbelévőnek tartja -e. Én meg, lehet, hogy megalkóvó vagyok, hogy itt maradtam, de nekem ez a megalkóvás nagyon jó. Te fatalista vagy ilyen formán? Abszolút. Mióta? <laughs> jó régen. Már vagy 40 éve. De volt egy effektíve aha élményed, amikor azt mondtad, persze, hogy... Persze, 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 volt, volt. Aha élményem is volt, meg, meg tényleg történnek is dolgok, meg... Szóval, szóval igen, fatal. Nem is fatalista vagyok, hanem hanem inkább azt úgy, úgy tudnám mondani, hogy, hogy, hogy az ember, é, az én életem, nem az ember élete. Az én életem az, az mint hogyha, mint hogyha én szerencsés pasi vagyok. Tehát most gondold el, hogy voltam 23 éves, amikor fölvettek a főiskolára ami egy eléggé véletlenszerű helyzet volt. Nem is véletlen, hát persze úgy kell történnie, de mintha véletlen lett volna. És akkor hogy pont oda jelentkeztem, hogy pont oda, azt se tudtam mi az, hogy filmrendező, rendes, hát elt a filmgyárban dolgoztam két évet, de igazán nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy filmet csinálni. És hogy nekem olyan mázlim van, úgy van megírva, hogy, hogy kiderül, hogy van valami képességem hozzá, hogy, hogy tulajdonképpen úgy tetszik, hát erre születtem. Ez mikor derült ki számodra? Ezt azért is kérdezem, mert ha jól tudom, az első vizsgafilmednél majd nem kirúgtak a főiskoláról. Hát persze. Nem, nem sok nem, mikor derült ki. Azt hiszem, hogy az első, a Terasz Minusz 10 fok című vizsgafilmemnél, és, és ott volt az tulajdonképpen, hogy, hogy, hogy azok, akik nem hittek bennem az osztályban, és azt hitték, hogy én, hogy én nem vagyok erre alkalmas, azoktól kaptam egy -már levelet a két osztály zseniéptől. és tulajdonképpen akkor, akkor, már elkezdtem elhinni, hogy, hogy valami működik. És a legnagyobb meglepetésemre a falon sikere. Még sose felejtem, jöttünk végig a filmgyárból jöttem haza a forgatókönyvíró és már két volt a film, össze is vágtuk, és akkor néztünk egymásra, hogy most mi lesz. És tulajdonképpen az első játékfilmemnél kezdtem azt érezni, hogy hogy, 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 valami, valami olyan dologba szakadtam bele, ami az enyém, ami nagyon az enyém. Aztán egyre inkább úgy éreztem, hogy jöttek a filmek, jöttek a visszaigazolások és néha még magam is rácsodálkoztam, hogy jé. Így utólag, ha most megnézel egy, egy filmet, mondjuk egy ripacsokat, vagy egy szerencsés Dániát, akkor képes vagy úgy ellenni vele akár hosszú perceig is, hogy a büdös életbe Pali, ezt, ezt az én jó megcsináltam. Van nem, ilyen? Nem így működik. Ez úgy működik, hogy ahány, ritkán nézek egyébként, de van, amikor marhára tetszik, van, amikor fogom a fejemet ugyanannál a filmnél. Ez, ezek, 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 olyan dolgok, hogy, hogy hogy hát hangulat, ezekkel milyen viszonyban vagyok éppen magammal, milyen viszonyban vagyok azokkal a dolgokkal. Egy biztos, vagy egyben biztosnak érzem magam, hogy néha azt érzem, hogy ezt nem én csináltam. Hogy hogy a fenébe volt ez? Mi van, hogy a, a vizét, hogy ugye most oknál fogva a ripacsok végét láttam a televízióban, ahol a garas meg a kern és néztem, és mondom, hogy nem, nem, is emlékszem rá, hogy hogy volt ez, hogy mondtam nekik, hogy mit csináljanak, vagy hogy volt ez, de mindegy, nézem, nézem, és azt mondom, hogy nem, nem választottam rosszul ezt a két színészt, meg lehet, hogy mondtam nekik olyan dolgokat, amiktől olyanok, amilyenek lettek, meg ragáinak és az operatőrnek is lehet, hogy valami olyasmit sikerült mondanom, hogy olyan lett a -e beállítás. Ez nagyon furcsa dolog, hogy hogy az ember nagyon nehezen, vagy legalábbis én, mi mindig én, én nagyon nehezen hiszem el azt, hogy nem, másképp mondom, hogy, hogy néha meglep, hogy mi csúszott ki a kezeim közül. Tudod, amikor éppen jobban vagyok a filmmel, amit nézek, amit én csináltam. De hát a visszaigazolások azok, hogy a pályámon eléggé rendben vannak. Szóval... Neked ki volt, vagy ki a kontroll? Volt olyan? Akár ragái, akár garas. Hát nézd, amikor forgatunk, akkor mindig, akkor mindig a a, legalábbis a eddig az operatőr, a színészek, a forgatókönyvírótársam, a Tóth Zsuzsa, ezeket szoktam összeveszni, tehát ők a kontroll, ők a kontroll. De, de... Azért a filmrendezői dolog, vagy pálya, vagy a filmrendezőség az egy nagyon, amúgy, egy nagyon magányos ö, dolog. Ö, mert, mert, mert bármennyi kontroll is van, neked kell azt mondani, hogy ez így legyen. Tehát tiéd a felelősség. Tehát de hát, nyilvánvaló, de nem a végső döntés a enyém, hogy hol vágunk el a vágóasztón egy snittet, hogy milyen zene szóljon alatta hogy ez tetszik, ez nem tetszik. Sokáig nem értettem, volt egy nagyon jelentős magyar filmrendező, Keleti Márton, aki rengeteg úgynevezett szórakoztató közönségfilmet csinált, például a Tizedes, meg a többieket is, mert az én mondom, mert nagyon is, meg a Mágnás Miskát, amit több mint 10 millió magyar ember látott, már a mai napig. És jó sokáig nem értettem meg, volt, volt egy történet róla, hogy forgatta valamelyik ilyen, ilyen foci csatárfilmjét, vagy nem tudom, és az Újpesti stadionban forgatott 3500 4000 statiszta, akkor kint lehetett, én volt, fotbalisták, stáb, ezer ember, és keleti Márton állt a keddőkör közepén, és toporzékolt, hogy egyedül vagyok. És hát hosszan nem értettem, de főiskán valaki elmesélte, milyen hülye ez, állag, úgy Márci, hogy, hogy hogy, hogy, hogy ezt csinálja. És azt, amikor elkezdtem igazán filmet csinálni, akkor, akkor szóval egy nagyon, nagyon magányos. Kontroll lehet, meg mondhatnak valami, de végsős a kontrollra neked kell azt mondani, hogy nem így, hanem így, mindenben. Viszont azt mindig kihangsúlyozom, hogy tényleg ezt szereted a világon a legjobban. Még az életben nem csináltam filmet, és valószínűleg nagyon sokan vannak, akik szintén a nézők között, akik hasonlóképpen járnak el. Neked milyen fajta örömet okoz a filmkészítés. Teljes. Na de mondom, Ö, a, egy forgatási napban, vagy akár egy snitben is, tehát egy beállításban is, mindig benne van a menny és a pokol. Tehát egy olyan pokoljárás és mennybejutás, ha valami siker, tehát ha valamit úgy érvel hogy valamit, valamit, amit hogy körülbelül elképzeltél, meg tudtál abban az egy pillanatban valósítani, az, az egy, olyan, egy olyan erotikus érzés, az egy olyan, az egy olyan, az egy olyan csoda, hogy valami olyan, amit, amit még nem is gondoltál, amikor színész megcsinál egy pillanatot, de abban az irányban, hogy ilyen, hogy én vagyok a világon a leg. Hú, azt és abban a pillanatban érzed, vagy csak a vágóasztalon Nem, látod? abban a pillanatban érzem. Amikor azt mondom, hogy ennyi, és akkor ez megmarad, és oda megyek a színészet, és átölelem. Vagy. Akkor, akkor De ennek az ellenkezője is igaz. Amikor ott állsz a kamera mögött, és elképzelsz valamit, és nem tudja megcsinálni. Vagy nem jól gondoltad el a dolgot. És akkor úgy érzed, hogy te vagy a világ legtehetségtelenebb pasia. Na most ez naponta százszor, kétszázszor megélni, hát ilyen nincs. Hát ez, ez, az érzelmi tombolást, ez az érzelmi kiélés, hát ez, ez, ez a világ csodája. Te ezt élvezed benne? Ezeket az amplitúdókat? Is, is. Meg az, hogy a nyugati pályadvaron 500 statisztával forgatni, akkor én úgy éreztem magam, hogy én vagyok a legnagyobb magyar máfőcső akkor amikor bányában nem forgattunk, és mindenki beverte a fejét a és én ugye, mert nem vagyok elég magas, ilyen értelemben, hál' Istennek, akkor úgy értem, hogy milyen szerencsés volt. Tehát mindig van valami olyan megélhetési lehetősége az embernek, akár egy napban is, vagy akár egy, 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 egy beállításban is, amit én imádok, ami, engem folyamatosan mozgat, ami engem folyamatosan sarkal. Akkor te úgy vagy ezzel, mondjuk, mint Fellini, aki szintén ragyogott, amikor forgatott. Ugye Bergmanról hallottam, hogy akkor mindig a híres gyomorbántalmai előjöttek pont forgatás kellős közepén. Tehát ő szorongott. Te inkább Fellini vagy, aki, aki pörög, ragyog, csimádja nem a körül, Nem tán, 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 én a fellini imádom, és nagymesternek nagy mesternek tekintem, és nagyon szerettem a filmét, és nagyon kötel. Azt én nem tudom, hogy ő mit élt meg. Hát de én, én nem csak azt mondtam, akkor nem jól fogalmaztam, vagy nem jól érted. Én nem csak azt mondtam, hogy ez Csupa ilyen. Én azt mondtam, hogy az amplitúdó, hogy lent fönt, lent fönt. És hát, és az valami fantasztikus érzés, hogy, hogy mögötted áll 60-80 ember, és érzed a hátadon, hogy ők érted vannak, és érted izgulnak. Tehát ez is egy olyan, azért ennek nagyon sok, ezt nem lehet egy, egy tőre, vagy egy, egy érzésre megfogalmazni, hogy miért csodálatos a filmrendezés nekem. Nagyon sok olyan dolog, hogy, hogy ha már a stáb, hogy, hogy megy a kamera, és, és azt mondom, hogy ennyi, és akkor itt áll egy világosító, mentem, és ránézek az arcára, és jön a könny a szeméből. Hát van ennél csodálatosabb érdés. És ezeknek a hihetetlen sokasága, az emberi élménynek, az emberi megélésnek. Hát, de hát mondom, még, ha innentől kedve, mennyi időd van, mert innentől még egy kedve... Egy fél van. <laughs> Innentől kedve csak erről is tudok neked be. Ugyanakkor legendás, hogy te a forgatásokon meglehetősen hangos vagy, hogy finoman fogalmazom. Kiabálsz, ott esetben ordítozol, ez a te komfortérzetedhez kell vagy gyakorlatilag nehezen tűröd, ha nem az történik, amit előzetesen elképzeltél. Hát is nem nagyon bonyolult. Én egy hisztérika vagyok. Ez nem olyan bonyolult. Én, 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 nem tudom magamba tartani se az örömömet, se a bánatomat, se a csendjeimet, se a hangosságaimat. Tehát én folyamatosan leföl, mert amit mondtam az előbb neked, hogy, hogy mi minden, milyen, milyen, amplitudója, milyen mozgástere van az emberi érzéseknek, érzelmeknek a forgatáson, hát az emlém. én, és persze ezt kiadni. Hát érted, ezért nem kapok majd infaktust, ezért nem lukad ki a gyomra. Hogy szoktad ezt mondani? valószínű mondani, meg... Szerűztet. a kutatált, az Istenem. <sukl> Egyébként minek kell történnie, hogy te fölemeld a hangod? Tehát, bárminek. bárminek. Bárminek? Nem kell az olyan nagyon nagyon Most mondok valamit mérni, például, hogy történnie. minek kell történnie. annak kell történnie, hogy reggel kimegyek a forgatásra, egyébként én nagyon sokat improvizálok. Tehát én nem rajzolom le, én nekem nagyon kell az a hangulat, nagyon kell az a helyszín, nagyon kellenek a fények, a színészek ruhája, a színészek arca ahhoz, hogy, hogy egy jelenetet meg tudjak formálni. És én nagyon kevésszer találom ki azt, hogy, hogy, mivel, hogy, hogy fogom azt a napot lebonyolítani, hol áll majd a kamera, és hogy lesz a jelenet. És akkor például azt kezdte, hogy, hogy miért szoktam kiabálni. Hát például mondjuk, amikor reggel azt mondják, hogy kilences munkakezdés van, és nekem még mindig nem jut eszembe semmi. <laughs> és akkor bizony kiszúrok valakit, vagy valamit, mondjuk egy kellékest, és elkezdek hisztizni hogy tehát a kiabálásnak is az én, és addig teszem, veszem magam is, és, és terelem el a figyelmet arra, hogy mikor kezdjünk, amíg valami eszembe, vagy eszünkbe nem jut az elemére, vagy az opera, vagy a színészekkel. Bocsánatot például tudsz kérni? Abszolút. Adott esetben egy, egy segédmikrofonoshoz is oda tudsz menni? Mi és az a segéd? Hát ő ugyanúgy az én munkatársam, mint a nem segédmikrofonos. Hát hogy a fenében? Az a stáb, aki, aki, aki azért van, hogy, hogy az én álmaimat megvalósítsa, hát itt nincs ilyen, hogy segéd, meg világos, ezek, ezek olyan emberek, akik az én, az én társaim, munkatársaim. Én például minden forgatás előtt és után kezet fogok az emberekkel is megköszönöm, és ha valakivel összebalhézok, és rájövök arra, hogy vagy műbalhé volt, vagy hogy nem volt igazán, persze, hogy oda megyek hozzá is. De egyébként tudják már, akik velem dolgoznak, hogy a reggeli hisztéim az azok netvesek, tudod? Szóval azok nem mindig úgy vannak, hanem valami másért. Ugyanakkor úgy tudom, hogy sértődékeny is vagy. Hallottam egy történetet, Szilágyi János könyvében olvastam, ha jól emlékszem, de lehet, hogy rossz a forrás. Igen. Te Déri Tiborról forgat, forgattál egy portréműsort. Igen, nem fejeztük be, mert... Szilágyi János a, tév, vagy azt hiszem a, a tévének tartott, persze. és a kollégáidól összefutott, -e még akkor érkeztél, és megtudtad, hogy Déri Tiborról fogsz csinálni egy filmet. Ő kaján módon megvárt téged a kapu előtt, találkozott vele és farca közölte, hogy Pami hallottad, meghalt a Déri Tibor. Te meghaltál, öt percig elé nem tudtál, mire ő kajánok közölte veled, hogy csak vicceltem. Ezek után tájátulak fél évig nem voltál hajlandó vele beszélgetni. Ez biztos sok szó volt, hogy a Szilágyival nem beszéltem fél éveket, de erre nem emlékszem. Az, hogy a Szilágyi egy milyen pas, és hogy a mi kettőnk viszont, hogy a mi mindent bírt ki az elmúlt sok-sok évtized, biztos ez is így volt, esküszöm, nem emlékszem, de biztos így volt. De ilyenkor, amikor te mondjuk fél évig szilenciumra károztatod a másikat, akkor te tényleg haragszol rá, vagy csak játszod a dacosat? Nem, én... én, én én megengedhetem magamnak azt a luxust, hiszem én, hogy hogy nem kell olyan nagyon sokat játszani. Hanem az érzelmeim azok fönn vannak, kim vannak, tudod? Tehát én, én nagyon sok, barátom, egy olyan barátom van az életemben, akivel még soha nem vesztem össze. Gyanús is nekem, szoktam neki ezt mondani, ezt hogy biztos, mondani, hogy biztos, biztos, hogy te a barátom vagy. De ezek, ezek ilyen... Nem tudom, hát az ember nem mindig tudja magát belülről megfogalmazni, hogy ez miért van így. Nem tudom, nem tudom, mert néha, nem tudom, mert így vagy összerakva. Szóval ez, ez az én életemhez oda tartozik a, a kibékülések és a az összeveszések, és mindenféle ilyen dolog. Biztos, hogy így még érdekesebbé teszem a saját életemet, ha éppen unatkozom. Béküléseket például ki szoktak kezdeményezni adott esetben? Teljesen mindegy? Teljesen mindegy. Például Kennel össze voltam balhézva, elég sokáig. Nyolc évig nem beszéltetek. Igen. És akkor ment a televízióba, kiabált a feleségem, hogy megy a ripacsok. Pont a ripacsok. És akkor... Oda kapcsoltam, vagy bekapcsoltam a tévét, oda kapcsoltam, és épp a Kennek egy nagyon szép jelenete volt, és akkor rögtön küldtem neki egy SMS-t, hogy, hogy kösz, és hogy, hogy csak nem gondoz hogy egy ilyen színész én nem állok szóba. És akkor ma másnap ültünk egymás ölébe. Tehát hát nem, ezek nem olyan... Tudod, ha, valakit nagyon szeretsz, és folyamatosan, és okod is van rá, hogy szeresd őt, kvázi mondjuk egy színész, aki a te életed része, aki, aki akivel együtt megcsináltal olyan dolgokat, amit nélküle nem tudtál volna megcsinálni. És még ráadásul szellemileg is, és érzelmileg is közel kevered hozzá. Ez mindent, akkor sok mindent kibírsz. én azt mondom mindig, hogy egy szerelem, az, az, egy munkaviszony, egy szerelmes munkaviszony, az, az kibírja összeveszés, kibékülés, beszélünk, nem beszélünk, de tudjuk, hogy egymásnak vagyunk, akkor is, ha nem beszélünk. Így voltatok, erre a definícióra pontosan a te és Garas Dezső kapcsolata, ugye? Tehát gyakorlatilag én, ahogy megfigyeltem, ez több volt, mint hogy ő lett volna a te kedvenc színészed, úgymond. Ez, ez, ez nem is emberi és nem is szakmai kapocs volt, ez már egyfajta ilyen kémia, ugye? ami kettőtök között fönnállt. Ez is fönnáll. Na ugye tegnap temettük el a Dezsőt. Ő, hogy mondjam neked, szóval hát ő különlegeset foglal az én életemben. Ö, és nem is vagyok a múlt időben beszélni, ö, mert, mert mert, mert annyira egymásnak valók voltunk, és annyi mindent éltünk meg egymással. És itt nem csak a, a film, az együtt munkáról beszélek, hanem, hanem évtizedek alatt szép lassan, nem a nagyon gyorsan egyébként, egymás részeivé váltunk. Tudtatok ti pontosan egymás keserűségeiről, bajairól, kinyairól beavatottatok? Ah, hát, mint ahogy én tegnap ezt jeleztem, két macsó volt, hát nem adtuk így mi egymásnak, de halálpontosan tudtuk. Te csak nem gondolt, hogy én beszéltem vala a életbe a Dezsővel a szeretetről. Nem? Soha. Csak tudtuk, hogy ez van, és ez sokkal, sokkal szebb, mélyebb és izgalmasabb volt. Mi nem val, mi, mi, hogy mondjam, mi nem való másokkal tartozunk egymásnak, hanem egymás sorsával tartozunk, egymás sorsának. És ez, ez, ez érted? Szóval nem, nem kellett nekem azt mondani, és neki meg nem kellett azt mondani, sőt, ha a legkisebb érzelmeség bekerült, a, a... hát most mondok neked valamit, a zseniális volt ebbe, a, amit lovat játszott a Vikszinát, ez volt az utolsó, igazi nagy szerepe a Tolstoy darab, mi a fenn a címe. Na mindegy. Hát, ugye én, én mindent tudtam látszólag a, a Dezsőről színészileg, és ott állt egy, egy ember a színpadon, a lélegzetem elállt tőle, szóval olyan zseniális volt. És akkor utána elkezdtem egy mondatot, és látta, hogy dicsérni akarom, hát úgy vágta rám az ajtót, hogy az nem igaz. Nehogy már én dicsérjem őt, a mi. Tehát tehát nem ilyen értelme, nem, nem. Sokkal mélyebb volt a mi kapcsolatunk, sokkal mélyebb a mi kapcsolatunk, mint, mint, mint hogy ez egy, hogy mondjam, egy ilyen, való vallomásos dilett volna. Általában, ha te egy filmet kitaláltál, ezt egyik interjúban olvastam, rögtön garas képe ugrott be. Azzal valószínű, hogy még nem számoltál, meg nem gondolkodtál rajta, de készülhet -e még Sándor Pál film garas nélkül? Nélkül nem készült, de nem nélküle. Ő abban ugyanúgy ott lesz? Hmm. Benne lesz. Benne lesz. Hát hogy a fenében, nélküle nem. Neked ő volt a színészed? Ha lehet ilyet mondani? Nem tudom. Nem a színészem volt nekem. Mi egymásnak mindenféleje voltunk. Hát az utóbbi időben én például teljesen átvettem a, a mit tudom én az apa szerepet. Mert ő majd de kevésbé értette ezt a világot, ami, ami, ami őt körülvette, és én meg, én meg még mindig valamit érzékelek ebből a űrzavarból, ami most körülvesz minket, és akkor én, én próbáltam neki bizonyos életi instrukciókat adni. És ez ugyanúgy hozzátartozott a mi kapcsolatunkhoz, mint az, hogy Dezső akkor hogy, hogy fogsz elrepülni a fociban. Szóval ugyanúgy hozzátartozott. Szóval nem ő nem színésze, meg én nem, szín, én nem, én nem, garas színészbe gondolkodtam, hanem eszembe jutott egy film, és abban abba, abba, valamilyen formában neki, neki, helye volt. Ha másképp nem, akkor a, a mind az Arizonában mondjuk egy fuvaros volt a, 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 filmben, a fiával, aki ezt a szamóca játszotta. Tehát ez, ez, nem, ez nem egy rendező, ez nem egy rendező, színész viszony. Ez nem egy rendező színész viszony, ez, ez egy emberi viszony, amelyik az egyik véletlenül színész, a másik véletlenül rendező, és ha már így alakul, akkor ez is belefér, hogy fölkérem őt egy szerepre, vagy kettőre, vagy háromra, vagy négyre. Hát fantasztikus színész volt, nagyon sokatnak fog hiányozni, ez biztos. Állítólag te gyakorlatilag két és fél éves korottól mindenre emlékszel. Ez Azt igaz? Mindenre nem, csak sok mindenre álmomra például. Egy két és fél éves, hogy nem voltam még három álmomra. ez konkrét álom? Tehát olyan értelemben, hogy ez nem Abszolút. vízió volt, nem, hang... nem, nem összekevertél ez biztos. biztos. Elmesélel, el? ez publikus, hogy mert... micsoda? Hát nem, nagyon egyszerű álom volt. Délután aludni kellett, mint minden csacska gyermeknek, a csacska szülők gyermekének, és volt egy ilyen <coughs> nagy hímezett párna, amin egy pipádó cigányasszony volt, és én attól nagyon féltem. És, de nem, nem, úgy féltem, hogy nem mertem rajta elaludni, csak, csak majdnem, hogy tudat alatt féltem, hisz azt álmodtam, hogy nyitva van a konyhajtó, mert a szoba úgy volt, hogy, hogy volt egy ilyen szoba, itt volt, ez a, itt volt két ágy, és itt volt egy heverő, és aludtam én, és ott volt a konyhajtó, és nyitva volt a konyhajtó, és az anyám a konyhában mosott, tudom, hogy hol volt a csap, vagy mosogatott a csapnál, és én ö, ö, ö ettől a cigányasszonytól, aki jött felém, aki a párnám volt, pipázó cigányasszony, és elkezdtem ordítani, és nem jött ki hang a torkomon, és nem tudtam elszakadni a párnától. Erre konkrétan emlékszel, két és fél év Tudom, hogy milyen volt a párna, tudom, hogy milyen volt a cigány, tudom, hogy hol állt anyám a konyhába, tudom. Anyámnak lerajdoltam egyébként, tehát mi, én Négy éves, nem voltam négy éves, amikor eljöttem ebből, vagy el kellett mennem ebből a lakásból valahova messzire, ez a háború alatt volt, és, és lerajzoltam anyámnak halálosan pontosan a, a, a konyhát, a szobát, hogy volt, ahogy is, milyen volt az a cigányasszony, és olyan volt. A háborúra is emlékszel? Hát arra, arra részt emlékszem, amit átéltem, persze. Egy tanyám voltam egyébként. Nem is Magyarországon? Szlovákiában, Csalóködben, Falurét. Az Csalóköz, igen? Igen, Falurét. Volt akkor neked veszélyérzeted? Annyit egy, egy öt éves gyerek fölfog, hogy... hogy... Há, mit tudom én. Nagyon élveztem, mert a szének az a lányok, és mutogatták magukat. Te emlékszem, mert egyáltalán nem volt félelem érzetem. Nagy csodálkodás volt, hogy kinek milyen van. A családod ott volt, szüleid? Nem, nem, nem. Azok, azok nem voltak ott. Hogy kerültél akkor oda? Miért pont oda mentél? Hát ez hosszú történet, most nem tartozik ide, mert volt a házban egy, egy cselédlány. a Királyszatízben laktunk, és nagyon vacakul bánt fel a, a, a egy Szabó volt, és anyám meg mindig adott neki kenyeret, meg kaját, meg bejött hozzánk. És anyámat nagyon szerette, és amikor bujkálni kellett bizonyos embereknek, vagy akkor, akkor, akkor ez engem elvitt. Anyám rábízott. És egy évig voltam lent anyám ott. Az ilyen élmények, azok ugye kitörölhetetlenek egy ember életéből. Élete végéig hurcolja ezt? Dehogy hurcolom én. Nem? De hogy hurcolom. Megtörtént velem, itt vagyok, élek. Nem hurcolom. Ezek nem, nekem ezek nem sebek. Megmaradt anyám, apám, a családból egy páron ugye nem maradtak meg. Az intézeti lét, az, hogy ezt követően nyolc intézetben <laughs> hát az voltál. elég. az helyenként elég vacak volt. Nagy éhedés volt. De annak is van egy hozadéka, tudod, mert a beilleszkedés képessége, a, 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 a közösségbe, hogy kell elhelyezkedni, mi a helyem. Szóval ezek nagyon, nagyon fontos dolgok. Az embernek akkor nagyon vacsak helyenként, meg mindenféle hülye dolog, meg rossz dolog történik velem, de aztán ennek van egy olyan, hogy hogy Tudod, volt egy ilyen szovjet regény, hogy az acélt megedzik, <laughs> <laughs> úgyhogy... Ott farkas törvények uralkodtak? Tehát az erősebb, hát, jutott, na, kenyérhez fő volt a főnök? Őket. Úgy, úgy persze, persze, Általában te verted Én, meg őket? Én De -na. de nagyon erős voltam. <laughs> Birkoztál, <laughs> Később későbbiekben birkoztam is, igen. <laughs> De minek kellett történnie, hogy ti verekedjetek? Ha csúfoltak, ha beszóltak neked? De sok minden. Hát egy gyerekek azok pláne, ha össze vannak zárva, akkor nagyon kevés kell ahhoz, hogy, hogy verekedjenek. Így speciál alapvetően a, a kenyérért kellett verekedni, úgyhogy meg is verekedtünk a kenyérért. És neki mentél akkor is, hogyha mondjuk nagyobb volt, izmosabb, idősebb tőled? Hát azt mondta nekem valaki, hogy vörös akkor. Ja, mert vörös, volt. Vörös gyerek voltál. Az... Ki, Kiderült egyébként, hogy miért kellett neked nyolc intézetben nevelkedned? Azért az nem meglehetősen egyedülálló. Nem bírtak velem állítólag. Én voltam a város legrosszabb gyereke állítólag. De remélem így is volt. Ezek azért maradandó élmények, mint a csalóközi egy év, ugye? Tehát ezek nem, azért... ne próbáld rendszeretni, velem az, hogy mi a maradandó. Minden, <coughs> minden, minden élmény, emlék, pontosabban minden élmény, ami megmarad, ami fontos neked, az téged többé tesz. Valamivel, valamit ad ahhoz, a szemlélethez, ahhoz a léthez, ahhoz a biztonsághoz, vagy bizonytalansághoz, amivel élsz. Hát ez így normális. Ez mondjuk a későbbiek során az érvényesülésedhez, az elfogadtatásodhoz, ez nagyon sokat tett hozzá, tehát ez hasznosult a képsőbbi közlekedésedben az emberek között? Hát persze, sok mindent megtanultam én gyerekkoromban olyan dolgokat, amiket amiket nagyon. Nem ilyen tudatos, tudod, csak úgy azon kapom magam, most már nem, hanem amikor még, amikor ezek kezdtek elhelyezkedni, ezek a, ezek a dolgok bennem, mondjuk a kamaszkorom után hogy, hogy, hogy milyen fontos volt ez nekem, milyen fontos volt megélni azt a sűrűségét az életnek, hogy, hogy hol békés taroson a fenébe, Budapesttől nem tudom, kétszáz valamennyi kilométerre, hol Gödöllön három hétig, hol, hogy, hogy, hogy ezek milyen, hogy, hogy a ködösségbe való beilleszkedés, a, tehát fantasztikus. Ezt szoktam mindig mondani, úgyhogy most is elmondom, hogy az, arra már rá kellett, hogy jöjjek, hogy ez a földi létnek a hossza, az nagyon rövid. Akár évtizedet élsz, az nagyon gyorsan elmegy. Ezt úgy lehet hosszítani ezt a dolgot, hogy vastagítod. Tehát, hogy sok minden történjen meg veled, és akkor tulajdonképpen ez a röpke néhány évtized, amennyi, amennyit itt az ember... Eltölt. Ez, ez fajsúlyosabb, érdekesebb, bonyolultabb, és minthogyha hosszabb is lenne a sok élménytől. Tehát az élménygazdagságtól lesz több, még ha rossz is az? Hát hogy a fenében? Hát a rossz az azért van, hogy tudod, hogy mi a jó, nem? Ha nem lenne rossz, nem tudnád, mi a jó. És ha veled például ma rossz dolog történik, azon te hogy teszed túl magad? Hát mikor hogy? Meg mikor mi? Ö... Szeret, azt, én, azt én, arra van egy technikám, hogy ne üllepedjen meg bennem, hogy, hogy ne kezdjen el bennem, bennem ö, ö, a dolog olyan, 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 dolgokat elindítani, olyan folyamatokat, amelyik, amelyik keserűvé tehetnek. Tehát igyekszem ezeket, ö, igyekszem ezeket elfelejteni, meg kiszedni magamból, meg a helyére, főként ez a fontos helyére rakni tehát helyére rakni ezeket a dolgokat, hogy, 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 ezekkel élni tudj. Hát egy csomó olyan dolog történik veled a véletben, történhet, mert te még fiatal és bohó vagy a életben, ami, amit hogyha, ha, ha, elkezded a pakba föltenni a válladra, akkor tőle. Tehát ezeket el kell tudni rendezni, ezeket föl kell tudni dolgozni, és tudnod kell, hogy, hogy, hogy a vélet nem csak jó dolgokból áll, meg nem csak, nem csak. De az is érdekes, hogy például egy, 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 egy nagy ütés, az abban a pillanatban fáj, de a helyére teszed, az fontosá tud válni az életed további létében. Ez egy túlélési technika, amit te kifejlesztettél? Mit tudom én? Hát mit tudom én? Hát ez túlélési technika. Én nem túlélek, hanem én jól élek. Jól élek azért, mert, mert nagyon szeretem ezt az egész cuccot, amit jutott, a, jutott nekünk. Amikor 1988-ban vagy 89-ben úgy döntöttél, hogy nem rendezel többet filmet, vagy legalábbis belátható ideig, és a rendezéssel producernek állsz, akkor, akkor mi átszódott le benned? Te csalódtál, keserű valamitől, vagy egész egyszerűen új perspektívákat kerestél magadnak, és úgy gondoltad, hogy a producerség az új idő. Én nem vagyok a, a, az élet Én nem tervezem meg a életet, az élet velem történik. Tehát megtörtént az, hogy hogy, 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 megtörtént valami, aminek a hatására nem a nagy dolog. Megsértődtem tulajdonképpen, és ott hagytam a filmgyárat. De, hogy... De, akkor már tudtam, sejtettem, hogy mi az, hogy producer de én nem producer voltam, hát én egy, egy filmipari kisiparos voltam. Filmsegítő, azt szoktad nem, mondani. Nem, az, az más. Az más? Az más. azt az, az mondom, hogy nem producer vagyok, hanem hogy filmsegítő. De az nem ad voltam, csináltam egy céget 89-ben, még a Kádár rezsimben. Egy magáncéget. És külföldi, főként amerikai filmeket szervizeltünk Magyarországon. Kaptam egy könyvet, csináltam egy költségvetést, megkerestük itt a helyszíneket, hozták a színészeket, kamerát, mit tudom én mit, és akkor mi lebonyolítottuk a filmet. Tehát, hogy mondjam, ez is egy filmszakmai tevékenység, semmi köze nincs az alkotáshoz természetesen. Épp ezért, nem? Te ennyire jó ember vagy, hogy másoknak... Dehogy vagyok, mi vagyok? Teremtett... Másoknak teremtetted meg a feltételeket, miközben de hogy te másoknak. én nagyon sok, nagyon sok pénzt fizettek. de hogy is. Hát ne vissza, ez egy megélhetési forrás volt. De akkor a filmgyárban, mikor még 3008 vagy 4002 volt a fizetés, akkor most el nem mondom neked, hogy mennyit kerestünk mi ebben. Gyakorlatilag egzisztenciálisan, ami rossz volt a dologban, az az volt a rossz, rossz. Vagy az életemnek az a része kimaradt, hogy alkossak, viszont egzisztenciálisan, főként az első években, amikor még nem volt konkurencia, és volt egy filmes cég, egy szervisz Hát minden nap beesett valaki, hogy csináljunk filmet. Hát és úgy... akkor még ne felejtsd el a dollár hivatalosan 48 volt, és feketén ne... százat lehetett érte kapni. Én nem csináltam, ilyen csak mondom neked. <síl> tulajdonképpen akkor itt arról volt szó, hogy megteremtette ezáltal azt az anyagi függetlenséget, amely lehetővé tette, hogy csak akkor csinálj filmet, hogyha tényleg van hozzá kedved, és van mondani valód. Soha ne türemkedjen be olyan, hogy nem, hát soha, ha, ha, nem lett volna, ha, nem lett volna, ez az egzisztenciális bizonyos értelmi biztonság megteremtési munkálkodása, én akkor se tudok akkor filme, azért filmet csinálni, hogy pénzt keressek. Én soha nem tudtam akkor inkább nem tudom, mert más nem tudok csinálni. De, de akkor inkább, inkább nem tudom, kalapozok, vagy nem tudom mit. nem tudom, filmet hogy nem lehet csinálni, hogy az, ember, hogy az embernek nincs valami fajta indítatása arra, vagy nincs valami elmondani valója, vagy valami, valami ami földgyűl emlik benned, és amit, amit, amit el kell mondani. Hát... És nem volt elmondani való 18 évig? Nem. Semmi nem jutott az eszedbe? Nem Semmi. volt ötlet? Semmi. Ez hogy lehet? Egy ember, aki két évente csinál filmet, egyszer csak elapad az Nem tudom, vagy felhívom, felhívom, a figyelmed valamire. 1990-ben volt a fejünkön egy nagy koppanás, mindegy karint, és átugrottunk egy másik korba. És én erről szinte semmit nem tudtam, nem úgy, mint egy ország, aki szintén semmit nem tudott. Én pedig arról tudok filmet csinálni, amit már tudok. Nekem... Nem ismerted ezt a kort, meg kellett ismerned? Hát ezt a világot. Tehát a, úgy hívják ezt, ugye, hogy, hogy most hogy hívják kapitalizm. kapitalizmus? Ugye tudtam, hogy tudod, jó van. <gül> <gül> ö, ö, hogy, 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 és most nem, nem magát a társadalmi formát, hanem az emberek, akik, akik nem tudták tulajdonképpen a, a, az előző szisztémában, hogy mi a pénz és egyszer csak elkezdődött az egzisztenciáért való küzdelem, harc, megtalálni. Rájöttek az emberek, hogy pénz, aztán rájöttek arra, hogy van több pénz, meg még több pénz. A másik oldalon pedig, ez vissza Mennyországba, a másik oldalon pedig valamilyen olyan mérhetetlen szegénység és egzisztenciális bizonytalanság is. Tehát egy vadonatúj világ, ha csak ezt a részét nézem a dolognak. Tudod? Na most ebben a világban kapkodtam a fejemet én is. Kicsit előrébb tartottam, most olyan értemben, hogy nekem már volt valami közöm hozzá, mert a Arizonát az kimforgattam egy csomó Olaszországba, meg már tudtam, hogy itt vannak producerek. Pontosabban nem tudtam, nem egészen értettem, hogy mit ugrálnak ezek körülöttem és a, 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 ezzel a elkezdtem tanulni a kapitalizmust. Ha bejöttek először az amerikai, és én tudtam szeretni, 89-et írunk, vagy 90-et talán, már bejött egy, egy produkció, és akkor elkezdtem dicsekedni, hogy nekünk négy telefonvonalunk van. És azok mind a hülyére néztek rám, hogy mi van. Hát nekem ez egy újdonság volt. Tehát a filmgyárban egy telefonvonal volt, és mindig ütögetni kellett, hogy az ember kapjon egy vonalat, tudod? Tehát és ezt azért mondom, hogy, hogy, visszatérve, hogy, hogy nem tudtam, hogy hol vagyok. Nem tudtam, hogy mi ez. Tehát valamit meg kellett sejteni, érezni abból. Ez nem egy direkt kihagyás volt, tehát nem arról volt, hogy elment a kedven vagy nem. És amikor azt kérdezte tőlem, nem jutott eszembe semmi, semmi. Mert, mert meg kellett tapogatnom azt a valamit, amiről, amiről ha és akkor jut eszembe valami, és akkor tudtam, hogy valami elindult bennem, amikor valami eszembe jutott. Jó, nem jutott eszedbe semmi, amit filmre lehetne vinni. De mondjuk megírhattad volna, mert tudom, hogy azért ezzel kacérkodsz. titkon, Nem? De mit írjak meg, amikor én nem tudok semmit? Hát maga, ide figyelj. Ez, ez egy hosszabb beszélgetés. Holnap mit csinálsz ebben? Be, be, <laughs> hogy, 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 hogy. Ez, hát nem szeretem ezt a szót, de az alkotás, hogy az ember valamit a világról el tudjon mondani, nekem legalábbis bennem valaminek, valaminek meg kell érnie valamit, valamihez. Úgy szoktam mondani, és ez talán elég plastikus, hogy nekem tudnom kell, hogy kit szeretek és kit gyűlölök. Akkor kezdődik valami. Tehát mi az, ami mellé tudok állni, és mi az, ami ellen vagyok. Most például nagyon tudnék filmet csinálni. És fogsz? Készül egy forgatókönyv, igen. Hát, csak most tudod, hogy mi van hát itt a. amerikai film. Nem, nem, nem. Jövőre filmet csinálok. Uh -huh. Várod nagyon? Látszik máshogy csiped a szemed. Na, na. na, na. Publikus, na, megint... hogy miről szól? hát nem egyszerű dolog, és nem is ma játszódik, hanem 1842-ben is vándor színészek között játszódik a történet, de hát persze, hogy máról szól, szóval a kiszolgáltatottságról, a mégisről, a tehetségről, az Mi? akkor is ittségről, sok minden olyan dologról, amiről itt most beszélgetünk. Szereplők már megvannak nagyjából? Ah. Nem, csak garas fog benne játlak. Garas benne lesz. Garas benne lesz. Még visszatérve oda az írásra egy pillanatra, elszánod magad valamikor, hogy elkezd írni? Mert tudom, hogy ezt te titkon ambicionálod. nem, nem ambicionálom, nem ez a jó szó rá, hanem, hanem néha elered a tollam, néha olyan, de én mindig sárga papír, ők és kézzel. Hát jó írás. És, és úgy néha úgy leesik egy sárga papírot, akkor azt fölveszem, van egy toll a kezemben, és akkor úgy jönnek a mondatok. És akkor ebből most már kezd úgy formálódni valami. Nem is tudom, hogy ezt, én magamnak írom. Szóval magamnak írom, írok reflexiókat az életről, az én életemről, ami... ami... Kiadni nem akarod? Mit tudom én. Eljöhet az az idő is, nem? De azt, hogy kiadni, azt nem, majd inkább itt hagyom, aztán ha érdekes lesz, mit tudom én 50 év múlva akkor, akkor majd adja ki, aki akarja. De jól esik. jó esik, 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 Mondatok jól esnek, hogy olyan dolgok jutnak méről eszembe, amit, amit film, a filmen nem, szóval az, az egy másik műfaj. Amit filmen nem tudnál elmondani, azt megírod? Aha, pont. Pontosan így. Gyakorlatilag nincs olyan interjú, amiben nem említenéd meg azt, hogy a legfontosabb az életben, hogy az ember békében legyen saját magával, és elfogadja magát olyannak, amilyen. Neked ebben nagy meló van? Hogy elfogad magad olyannak, mint amilyen vagy? Nézd rám, miért kezd meló? <laughs> miért kezd meló? Mert nem kell. Rengeteg, Nézd, minden interjúban elmondod. Igen, 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 tudod, mert nagyon bosszant, a, nem, nem, nem is bosszant, hanem nagyon bántad. Hogy, hogy, az emberek nem tudnak magukkal, magukkal békébe lenni. Annyi sok normális, nem is. Annyi sok olyan embert látok, aki, ha én az, akkor békébe tudnék lenni magammal. Például mondok valamint, van egy nagyon közeli ismerősöm, a feleségem és általában nők nem tudják elfogadni azt, hogy, hogy múlik az idő. Én meg dukkolok, hogy minél, minél, tovább múljon neki az idő, és, és nem tudja a elfogadni. És próbálom neki elmagyarázni, hogy milyen fantasztikus dolog a ráncok megjelenése. Az élet, az élet nyoma az emberi arcon. Persze, hogy nem olyan, mint 20 éves korában, az megjegyzem, egy, de mi még nehéz helyzetben van, merő ő modell manökken volt, tudod? És, és, most már ott tartok, hogy talán sikerült meggyőznöm arról, hogy az emberi szépség az nem a ráncok nélküliséget jelentheti csak. Tehát de visszatérve, hogy miért mondtam ezt el azért, mert nagyon tud zavarni, bántani, hogy annyi sok normális klassz ember, nő, férfi van, aki kínlódik azért, mert, 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 mert nem bírja saját magát saját magát elfogadni. De Pedig... mióta vagy békébe magaddal? Azt én nem tudom. De nagyon bírom ezt. Szóval. Bírod? Tök jó. Abszolút. Maradjon így, mi is bírjuk. És várjuk, azt. várjuk a következő filmet. Sándor Köszönöm. Pál filmet Garas Dezsővel. Köszönöm szépen.